Alexander Vulin a horgosi határátkelőn kijelentette, hogy a menekültekkel kapcsolatos helyzet egyre bonyolultabb. A szociálpolitikai miniszter attól tart, hogy a válságot nem lehet majd ellenőrzés alatt tartani, amennyiben sürgősen nem találnak valamilyen tartós megoldást. Az egyes számú horgosi határátkelőnél vagyunk, amelynek a bejelentések szerint nyitva kellett volna lennie, és ahol lehetővé kellett volna tenni a migránsok számára, hogy menedékjogot kérjenek. Magyarország viszont anélkül, hogy ezt hivatalosan bejelentette volna Szerbiának, lezárta az egyes számú horgosi határátkelőt is. Mi az itt rekedt embereket elszállítjuk a befogadó központjainkba, de ha erre nem állnak rá, csak erőszakkal tudnánk innen eltávolítani őket, ez pedig még véletlenül sem történhet meg, mert nem ilyen politikát folytatunk Szerbiában. Az itt tartózkodó menekülteknek italt és élelmet biztosítunk, meg szállítást a befogadó központokig, valamint első segélyt. Milan Antonievics, az Emberi Jogokért Küzdő Jogászok Bizottságának elnöke ma kijelentette, hogy az Európai Uniónak hosszú távú megoldást kell találnia a menekültek problémájára. Magyarország lépései szerinte emberi jogokat sértenek. Elsődlegesen az integrációról beszélünk, és arról, hogy meg kell vizsgálni azokat az okokat, amelyek arra késztették a menekülteket, hogy elhagyják országaikat, valamint megoldást találni az országokban dúló háborúk megfékezésére. Belgrád polgármestere a városban létesítendő befogadó központban látja a fővárosban gyülekező menekültek problémájának megoldását. Várjuk a kormány és a szociálpolitikai minisztérium ajánlatát, hogy hová építsük a befogadó központot. A belgrádi hatóságok minden tőlük telhetőt megtettek, úgyhogy most erre a döntésre várunk. Mi 5-6 lehetséges helyet is ajánlottunk. A város mindent megtesz azért, hogy az ehhez szükséges engedélyeket gyorsan kiadja. A belgrádi buszállomásnál levő parkban kreatív műhely munkát szerveztek a legkisebb menekültek részére. Addig lesz nyitva, amíg szükség lesz rá. Mi csak most kezdtünk szerveződni. Nyilvánvalóan nagy probléma, hogy nincs elegendő fordítónk. Jelenleg is csak egy ember beszél arabul és szerbül. A Presevói befogadó központban mintegy 1300 menekült várja a regisztrálást. Nagy sorok keletkeztek a várakozók között, szíriai, iraki, afganisztáni nők és gyermekek vannak. Az éjszaka és a reggel folyamán Macedóniából körülbelül 3500 ember érkezett. A Presevói befogadó központban adminisztratív és egészségügyi segélyt, pihenőhelyet és élelmet biztosítanak a menekülteknek.